tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait itt Kisújszálláson. Köszönjük, hogy helyet adtak ennek a rendezvénynek, ennek a nagyon fontos rendezvénynek, amit magunk között ilyen roadshow-nak nevezünk. Gyakorlatilag itt néhány hét alatt az országot végigjárva szeretnénk ismertetni a 2007-2013-as időszakra vonatkozó Új Magyarország vidékfejlesztési program eredményeit, és ezúttal Jász Nagykun Szolnok megye UMVP-s dolgairól, számairól, eredményeiről szeretnénk itt beszámolni önöknek. A 2007-2013 közötti uniós költségvetési ciklusban jelenlegi árfolyamon számolva mintegy 1400 milliárd forint támogatás áll, illetve állt Magyarország rendelkezésére agrár- és vidékfejlesztési célokra. Nagy öröm, úgy gondolom, valamennyiünk számára, főleg az érintettek, a vidékiek számára, de úgy gondolom az egész ország számára, hogy ennek az összegnek, ennek a jelentős összegnek több mint 90%-át már lekötöttük, tehát gyakorlatilag támogatási határozatot adtunk ki. Így az a célunk, hogy a ciklus végére 100%-osan lekössük, illetve majd utána reményeink szerint lehívjuk ezeket a forrásokat, minden esélye megvan az új Magyarország vidékfejlesztési programon keresztül, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból, hogy ezeket a támogatásokat le tudjuk hívni. Ez az 1400 milliárd, ugye ez az uniós rész, és itt az envás forrásoknál társfinanszírozásról beszélünk, tehát ehhez, hogyha hozzászámoljuk a társfinanszírozás összegét, ez körülbelül közel 3000 milliárd forint értékű fejlesztési forrást, fejlesztési támogatást jelent az ország, a magyar vidék, a magyar agrárium számára. Az 1400 milliárdos keretből 892 milliárd forint kifizetése történt meg eddig, tehát ez a kifizetés 892 milliárd, és összesen 220 ezer pályázó részesült ebből a támogatásból. Rengeteg kisebb-nagyobb eredményt tudunk fölmutatni, amire büszkék lehetünk országszerte. Itt az Észak-Alföldi régióban is több mint 65 ezer nyertes pályázó volt, és a támogatás összege 290 milliárd forint összeget jelent. Ez Jász Nagykun Szolnok megye vonatkozásában közel 11 ezer nyertest, és több mint 56 milliárd forintnyi támogatást eredményezett. Engedjék meg, hogy a Jász Nagykun Szolnok megyei számokat tengelyenként külön is ismertessem, és elnézést, hogyha megterhelem önöket sok számmal, majd utána esetleg ezt ki is lehet osztani, hogyha itt van fénymásolási lehetőség. Az első tengely, amit ugye versenyképességi tengelynek szoktunk nevezni, a versenyképességet javító intézkedés, csomagok, jogcímek, támogatási jogcímek szerepelnek ezen a soron. Itt Jász Nagykun Szolnok megyében 3665 nyertes pályázó volt ezen a versenyképességi soron. Ez összesen 27,24 milliárd forint támogatást jelent. A kettes tengely, ugye itt vannak a környezetvédelmi intézkedések, AKG, Natura 2000 és így tovább. 6520 nyertes pályázó volt a megyében, ez 20,57 milliárd forintos jóváhagyott összeget jelent. A hármas tengely a vidékfejlesztési intézkedéseket tartalmazza, itt 322 nyertes pályázó volt a megyében, 5,96 milliárd forint értékben. És a négyes tengely a LEADER, ezt is gondolom jól ismeri, ez 2,22 milliárdos támogatási jóváhagyott összeget jelent, így jön ki az előbb említett közel 11 ezer nyertes pályázó, és ez a valamivel több, mint 56 milliárd forint. Jász Nagykun Szolnok megyében a legtöbb forrás az
ami számomra egyébként, mint agrárgazdaságért felelős államtitkár számára külön öröm, nagy öröm, az állattartó telepek korszerűsítésére jutott, ez az úgynevezett ATK pályázatok, ebből 5 alkalommal került jogcím kiírásra, ugye 4 alkalom az az ATK 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, és ugye egy volt a tojótyúk ketrec támogatására, amikor ugye át kellett állnunk erre az Európai Uniós előírásra. Tehát Jászlóskun-Szolnok megyében erre a jogcímre jutott a legtöbb támogatás, 156 nyertes, 14,1 milliárd forintos összeggel, ugye ez az egyes tengely, tehát a versenyképességi tengely része ezek az állattenyésztési korszerűsítési pályázatok. Jelentős volt még a fiatal, és ez is örvendetes egyébként, a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához nyújtott mintegy 1,1 milliárdos támogatás, önálló építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzése szintén egy nagyon népszerű jogcím volt, 3,8 milliárd forintos támogatási összeg volt a megyében, és a mikrovállalkozások létrehozására, fejlesztésére 1,4 milliárd forint támogatás jutott, valamint a kettes tengely keretében agrárkörnyezetgazdálkodási kifizetésekre 16,3 milliárd jutott a megyében. Engedjék meg, hogy az általános számok után néhány konkrét projektről is beszámoljak, hogy kicsit érzékeltetni, hogy mégis milyen konkrét beruházások valósultak meg. Az egyes tengellyel, a versenyképességi tengellyel szeretném kezdeni, és pont akkor egy kisújszállási példát szeretnék mondani. A kisújszállási Termo Team Kft. Technológiai beszerzésre közel 27 millió forint támogatást nyert, és 8 főt foglalkoztat ez a vállalkozás. Most itt a technológiai berendezéseket le van ide nekem írva, de nem mondanám, mert speciális gépekről van szó, mindenfajta vízsugaras vágóberendezés, és így tovább. Élip jogcím. Ez is egy nagyon népszerű jogcím volt, ez élelmiszeripari fejlesztéssel kapcsolatos beruházások támogatását jelentette. Itt megemlíteném Kunhegyesről a Nagy Kun Hús Kft-t, ahol a beruházás keretében egy meglévő húsüzemet épületrészét bővítettek, és egy új daraboló üzemet alakítottak ki. Itt is volt gépbeszerzés is, és egyéb kiegészítő fejlesztések. A támogatás összege ennél a projektnél 374 millió forint volt, és itt ebben a vállalkozásban a fejlesztés után 124-en dolgoznak, tehát ez Kunhegyes volt. Szintén az egyes tengelyen belül került már több ízben megnyitásra, és jelenleg is van egy ilyen nyitott jogcímünk a kertészet fejlesztésével, kertészet korszerűsítési jogcímen. Itt egy Kunszentmártoni vállalkozónak a példáját említeném. A beruházás keretében egy 42.800 négyzetméteres szimploborítású blokkrendszerű mobil fóliaház került kialakításra vészfűtéssel, vektorhálóval együtt. Támogatás mértéke mintegy 40 millió forint volt. Ebben a vállalkozásban 5-en dolgoznak. Nagyon népszerű volt, ahogy említettem, a növénytermesztési gépek beszerzése is. Ilyen jogcímen volt sikeres pályázata például Kenderesről, a Közép-Tiszai Mezőgazdasági ZRT-nek, ahol egy bábolna 15 típusú szárítót újítottak föl. Például az egész országban nagyon népszerű volt ez a jogcím, 67 millió értékű támogatást nyertek el, és itt ebben a vállalkozásban 202-en dolgoznak. Megemlíteném még ugye a kettes tengelyről a környezetgazdálkodási támogatásokat, sikeresen pályáztak például ilyen AKG forrásokra Tiszaőrsön vagy Nagy Ivánban a térségből. További sikerekről szeretnék beszámolni szintén itt a megyében. További példaértékű projektek valósultak meg a 3-as és a 4-es tengelyen is. Többek között megújult a Tiszaőrsi római katolikus templom. Ugye 2010-ben nyújtott be a templom felújítása érdekében az egyházközösség pályázatot a vidéki örökség megőrzése jogcímre.
több mint 39 millió forintos forrást nyertek el, és ennek keretében teljesen felújításra került az épület tetője, a toronybádogozás, a festése, akadálymentes feljáró készültek el, valamint a templomkert is rendezésre került. Tisza Szent Imrén például nem volt korábban lehetőség a gyermekek táboroztatására, egy 41 milliós támogatás elnyerésével korszerű, magas színvonalú, 7 szobás ifjúsági szálláshelyet alakítottak ki Tisza Szent Imrén, így a településen immár tavasztól őszig fogadhatják az iskolákból érkező csoportokat. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek a példák is bizonyítják, hogy Magyarország jobban teljesít. De említhetném még itt Jászboldog házát is, ahol a strandot újították föl a Darányi Ignác terv keretében. 8,5 millió forintos támogatást nyertek el a fürdőhely újjáélesztésére, fejlesztésére, vagy például Jász Alsó-Szentgyörggyel közösen mintegy 25 millió forintos támogatást nyertek el óvodakorszerűsítésre. 8 millióért kotrógépet vásároltak, sportöltözőt felújították, tehát több líder pályázaton vettek részt, és nyertek is különböző sport, kerti eszközöket, és sorolhatnám még tovább. Én úgy gondolom, hogy ennyi példa elég szemléltetni azt, hogy milyen sokszínű is volt, milyen sok jogcímen lehetett pályázni az MVÁS forrásokra a Darányi Ignác program keretében, és úgy gondolom, hogy Észak-Alföldön, illetve Jász-Nagykun-Szolnok megyében sikeresen pályáztak és éltek ezekkel a lehetőségekkel, amelyeket az Unió, illetve a magyar kormány felkínált. Gratulálok a nyerteseknek, és készen állunk a további pályázatok kiírására. Köszönöm szépen!